Hát sziasztok, üdvözlök mindenkit újra a csatornámon, hogyha nem találkoztunk volna még, akkor Markó Rebeka vagyok. Az arcomat azt valószínű, hogy csak később fogjátok látni, ugyanis elérkeztünk egy takarítós videóhoz, amit nagyon sokan kértetek mostanában tőlem, és arra gondoltam, hogy mi is lenne tökéletesebb egy takarítós, motivációs videóhoz, mint egy tavaszi nagy takarítás, úgyhogy üdvözöllek itt titeket. Ahogy látjátok, azzal kezdődik a videó, hogy egy kis keveréket mixelek, szódabikarbónából, mosogatószerből, és azt hiszem, hogy talán ennyi lehet, hogy egy kis víz van még benne. De meg fogjátok találni a pontos mértékegységeket, vagy arányokat a képernyőn, illetve minden mást is el fogok nektek mondani, hogy mit használok. Nem szeretek pakolni, viszont takarítani annál jobban, úgyhogy állandóan tisztítószert vásárolok, vagy otthoni készítésűt próbálok ki. Ez a mix a sütőbe és a mosogatógépbe fog kerülni, ugyanis akármilyen kínos, amióta ide költöztünk, szerintem még egyiket se takarítottam ki 100%-osan. Ahogy valószínű, hogy ez a sütőn látszik is. Sokáig gondolkoztam, hogy mivel kenjem fel a sütő belsejére ezt a kis cuccot, de a fogkefét nagyon-nagyon gyorsan elvetettem, és utána átváltottam kézre, ami szörnyű volt. Lehet, hogy segített volna, hogyha nincsen körmöm kivételesen, de valahogy nagyon-nagyon nem állt kézre ez a művelet, de a lényeget látjátok. Itt igazából annyi a lényeg, hogy egyenletesen fel legyen kenve, leginkább azokon a helyeken, ahol ugye odaégett akármi van. Ezekbe a kis kihúzós cuccokba körülbelül egy fél órával később úgy beütöttem a térdem, hogy egy 15 centis vágás lett a lábamon, és nagyon sokáig ott maradt, és még mindig látszik a helyen. Na mindegy, ez egy kis plusz információ volt. Ugyanúgy az üveglapot is lekentem, amit később majd szétszedek részekre is, viszont a belső felét, ami ugye folyamatosan ki van téve a kicsapódó zsírnak, olajnak, bárminek, azt szerettem volna külön lekenni. És ami nagyon fontos, a tálcákat is szerettem volna rendbe rakni, ugyanis nagyon régen nem csináltam azt se. És Bence mostanában bontogatja a szárnyait, mint leendő séf, és megvan az eredménye. Nagyon büszke vagyok rá, hogy gyakorol, viszont nagyon csúnyán odaégettek pár dolgot a tálcákra, a serpenyőkre, úgyhogy szerettem volna újra életre kelteni őket. A következő állomásunk a mosogatógép, ami első ránézésre nem tűnik egyébként olyan koszosnak, sőt, nem tűnik koszosnak. Rebeka éppen teszteli, hogy mit lehet kivenni, illetve mit nem lehet kivenni. Viszont ezzel tisztában voltam, hogy itt lesznek a nagy problémák a szűrő kivételével. Nem is a kivételével, hanem magával az állapotával, ugyanis igen, nagyon undi. Szánom bánom, soha nem vettem még ki, kellett volna. Vegyétek ki a mosogatógép szűrőjét. Utána egy fogkefét hívtam segítségül, hogy kivegyem a nem tudom mit, ami nagyon undi volt. Csekkolom még, hogy lehet-e valamit kivenni a helyéről, és körözgetek egy kicsit a fogkefémmel, hogy halásszak valamit. És miután minden eltávolítható részt eltávolítottam, elkezdem bekenni a mosogatógépet is ugyanazzal a keverékkel, amivel a sütőt is kentem. Megpróbálok kifejezetten azokra a részekre figyelni, ahol fel tudnak gyűlni az ételmaradékok, szappanmaradék, bármi ilyen undiság.
majd ezután egy általános tisztítószerrel befújom az egész mosogatógép belsejét igazából, és ez egy teljesen természetes tisztítószer. Mostanában ezt kezdtem el használni, hogyha Oli véletlen belenyal valamibe, akkor ne legyen baja. Ezután egy citromos ecetes keveréket teszek be a mikróba 5 percre, hogy minden kicsapódott zsírt feloldjon. Ezután elkezdem beáztatni a mosogatógépnek az alkatrészeit, amihez a lehető legmelegebb vizet engedem a csapból is, de a biztonság kedvéért egy vízmelegítőnyi forró vizet is hozzáöntöttem, és egy nagyon kicsi mosogatószert is tettem a vízbe. Annyi vizet engedek, hogy ellepje az összes tartozékot, és ezeket hagyom egy jó 10-20 percen keresztül ázni ebbe a vízbe. Hello! Ezek voltak azok a dolgok, amikhez van hatóidő, és szerettem volna letudni őket először, viszont ami nagyon fontos, hogy akármikor takarítok, mindig fentről lefele csinálom azt igazából, ugyanis ez az egyetlen logikus opció. Szerintem mindenki érti miért, de ha mégsem, fentről, hogyha törölsz, portalanítasz, akármit csinálsz, lefele hullik a cucc, és nincs értelme ötször felporszívózni a földet, amikor folyamatosan le fog potyogni minden. Úgyhogy összeszereltem a kis handy-dandy Dyson porszívómat, és a rövid fejekkel nekiindultam pókhálóra halászni, horgászni, vadászni, ami bőven össze is jött. Leporszívóztam az összes szekrény tetejét, illetve a sarkokat is. Ahol szükség volt, felraktam a hosszú nyelet is, de nagyjából egyébként elég volt a kicsi, elértem mindenhova. Igen, Oli, te is itt voltál. Ezután előkészítettem már a mikroszálas törlőkendőt és a zsíroldót a mikróhoz, de először a benne lévő kis üvegtálat vettem ki és töröltem át. Ugyanis amíg bent volt a citromos ecetes víz, az nagyon szépen feloldotta a rajta lévő zsírt, szerettem volna minél hamarabb letörölni. Ezután a mikró belsejéből is kitörölgettem az ott lévő zsírt. Nem mondom, hogy koszt, mert igazából csak zsíros a mikró belseje. Mivel tavaszi nagy takarításról van szó, így körülbelül 5-ször törölgettem ki a mikró belsejét, mielőtt teljesen szárazra törölgettem volna.
the bar. It's already like 3 o'clock in the morning. We standing in the middle of the parking lot drunk as shit. Ezután egyértelműen a tetejét, ajtót és a gombokat is nagyjából áttörölgettem, de erre később még vissza fogunk térni. Majd folytatjuk tovább a porszívózás, viszont ez szerintem teljesen egyértelmű, úgyhogy nem is magyarázok tovább, és hagylak titeket, hogy nézzetek. Yes, and the fly, yes, on the mic device, I'm like poltergeist, and I say it twice if I need to do it, cause your energy is gonna get me through it, day and night, night and day, this is what I came to say, live now to see another day, speak now or hold your peace today, I say, what you gonna do with this, what you gonna do with this, what you gonna do with this, right here, I say, what you gonna do with this, what you gonna do with this, what you gonna do with this, right here, bring it down, okay. Tudom egyébként, hogy már nagyon sokszor elmondtam, és valószínű, hogy még el is fogom mondani. Még mindig nem szponzorált a Dyson imádatom, viszont ennél jobb befektetésem még sose volt. Nem lehet elmondani, hogy mennyivel kényelmesebb egy vezeték nélküli porszívó, és nagyon sokáig bírja, és bármit felszív. Tudom, unalmas vagyok, de imádom. Kutya mellé meg a legjobb döntés, úgyhogy aki teheti, az válasszon egy Dyson modellt. To the AM, to the ARR, to the MA, C to the L, yes, I to the N, we do it like this all day. Now what you say that you gon' do, so you tryna get with my crew? Whoa, how the fuck do you figure you can't duplicate things that we do? Cause it's the N to the I, C into the E, yes, we rip flows like this crazy Leo W. Stress though the waiting, I keep them waiting. Fél órával később körülbelül visszatértünk a sütőhöz, amit egy szivacssal elkezdtem igazából átdörzsölgetni. Megnéztem, hogy hol szedte már le, illetve hol kellene még neki egy kis plusz segítség. A rácsot próbálom elkerülni, ugyanis elvileg nem jó, hogyha oda bármi bekerül. Miután átdörzsöltem, ott hagytam egy kicsit még pihenni, és visszatértem a mosogatógép alkatrészeihez, amiket teljesen hétköznapi módon elmosogattam. Ezután jött egy olyan sütőtálca, aminek igazából semmi problémája nem volt, csak egy nagyon pici kis rászáradt volt. Ezt gyorsan elmosogattam, utána pedig kivettem a sütő ajtajának az üvegeit, és azokat is elmosogattam teljesen hétköznapi módon, majd üvegtisztítóval fújtam be őket, és törölgettem csíkmentesre. Ezután pedig azonnal vissza is tettem őket, ugyanis iszonyatosan féltem, hogy Oli véletlen oda fog keveredni hozzájuk és leveri őket. Majd visszatértem a mosogatógéphez, és onnan is elkezdtem letörölgetni a felkent kis keveréket. Ezzel igazából nincs is túl sok dolog, csak le kell törölni a keveréket, és viszonylag szárazra kell törölni utána. Ha valaki megszámolja, hogy ebben a videóban hányszor mondom ki, hogy törölni, annak jár egy piros pont. Biztos vagyok benne, hogy valaki észre fogja venni és kérdezni fogja. Valóban két különböző fajta papucs van rajtam.
Olesz nagyon szereti lenyúlni a papucsokat, és igen, előfordult már, hogy nem találtuk meg az egyiknek a párját, úgyhogy két fél pár papucsunk van jelenleg, de teljesen jól működnek így is, úgyhogy légy színe, kössetek belém. Eredetileg nagyon fáztam, és jó ötletnek tűnt melegítőben, plüss melegítőben elkezdeni a takarítást, viszont már alatta volt a rövid nadrág, és muszáj volt levennem a melegítőt, mert azt hittem, hogy meg fogok gyulladni. Úgyhogy ugyanazon a napon vagyunk, csak melegen volt, és váltanom kellett. Egy teljesen egyszerű mosogatógép tisztító kis löttyöt helyeztem be igazából a felső kosárra, és elindítottam a legforróbb programot, ami létezik. Ezután egy teljesen sima mosogatószerrel be fogom kenni az egész főzőlapot. Ehhez igazából semmi instrukció nincsen, a lényeg az, hogy viszonylag egyenletesen mindenhol legyen bekenve. Ezt is körülbelül 15-20 percig hagyom hatni a főzőlapon. Eltörölgetem a mikrónak az üvegtáját, és visszateszem a helyére. Majd előveszek egy vízforraló tisztító kis cuccot. Tudom, hogy lehetne keverni, ehhez lusta voltam, és volt is otthon, úgyhogy... Úgyhogy beleteszem mind a két kis zacskót, igen, meg is mutatom, hogy mennyire undorító. Ez egyébként csak vízkő, úgyhogy semmi ártalmas, de jobb, hogyha ki van tisztítva. És nyilván esztétikusabb is. Feltöltöm 1-1,5 liter vízzel valahogy, nem tudom, hogy pontosan mennyit ír a csomagolás, és végig futtatom a forralót. Darabjaira szedem a kávégépet, és azt is elmosogatom. Ezt egyébként szerintem hetente egyszer biztosan meg szoktam csinálni, de így is nagyon csúnyának tud kinézni, úgyhogy szépen alaposan elmosom őket. Nagyon figyeljetek, hogyha bármi műanyag alkatrészt mostok el bármihez, a szivacsnak csak a puha részével, mert nagyon csúnyán tud kinézni, hogyha összekarcolódnak a műanyag darabok. A legnagyobb praktika, amit valószínű, hogy magatoktól is tudtok, ha valamihez nem fértek oda, fogkefe. A leghasznosabb takarítóeszköz a világon. Elképzelésem sincs, hogy miért, de a következő rész az teljes mértékben timelapse-ben lett felvéve. Ahogy látjátok, letörölgettem a nagyja mosogatószert a főzőlapról, és egy schnitzernek az élét törtem le, ugyanis nem találtam rendes pengét, és azzal kapargattam le a rá
sült, rászáradt, nem tudom én milyen maradványokat. Bencék egy kicsit kilocsolták az olajat, és nagyon-nagyon csúnyán megmaradt rajta. Egy pro tip: dörzsis szivacsot soha ne használjatok az üveg főzőlapokon, kerámia, üveg, akármilyen főzőlapon, viszont a penge nem hagy rajta semmilyen nyomot, úgyhogy ha nagyon csúnyán rá van sülve, száradva valami, akkor azt pengével tudjátok leszedni. Végigmentem az egészen, és hibátlanra le tudtam takarítani. Ezután pedig elkezdtem azt a műveletet, amit a legjobban utálok az összes közül, át kellett törölgetni az összes szekrényt. Nagyon szép színűre sikerült szerintem a konyhánk, viszont szörnyű maga ez a bútorlap, amiből lett csinálva, ugyanis a legkisebb új lenyomatok is meglátszódnak rajta, és nagyon-nagyon nehéz bármivel is letörölni úgy, hogy ne maradjon rajta a törlésnek a nyoma. De most ezt láthatjátok, ahogy végigmegyek az összes bútoron. Ezután természetesen az ablakot is letakarítottam, mind a keretet, mind magát az ablakot, illetve a kis párkányrészt is alatta. Nem tudom azt mennyire látjátok, de a csempézés nem lett megcsinálva a konyhába, pedig azt szerettük volna. Úgyhogy a párkányrész az sajnos még mindig csak a fal, úgyhogy arra nagyon kell vigyázni, és nagyon óvatosan tudom csak takarítani, de ezt is meg kell csinálni. Ezután a nem működő szagelszívót is letakarítottam, mert sajnos attól, hogy nem működik, még nagyon koszos lesz. Közben megjött Bence és Olesz is, produkció. Ezután vízkőoldóval bekentem szerintem majdnem az egész mosogatókagylót, ugyanis nagyon jól néz ki a fekete, de minden is meglátszik rajta. Ezután az összes konyhai gépet áttörölgettem, elmostam a kis evőeszköztartót, illetve letöröltem a pultot.
Majd miután letelt a ható ideje a vízkőoldónak, átmentem vagy dörzsis szivacsal, vagy fogkefével, vagy ahogy láthatjátok, egy-két nagyobb vízkő maradványon, egy schnitzer élével. Óvatosan természetesen, hogy ne karcoljak meg semmit, de le tudjam pattintani a kis vízkő maradványokat. Ezután áttértem a szigetre, és a pultot ugyanazzal az általános tisztítószerrel fújtam be, viszont a főzőlapra találtam egy fantasztikus szert, ami így néz ki. Ez az egyetlen az ablaktisztítón kívül, ami semmilyen csíkot nem hagy rajta, és tökéletesen tisztára le tudom vele törölgetni. Fogkefével átmentem a főzőlap élén, nagyon pici morzsákat ki tudjam belőle szedni, és ezután átdörzsíztem kicsit a főzőlapot, és tisztára töröltem mindent. So dig this. We come out the bar, it's already like 3 o'clock in the morning. We standing in the middle of the parking lot drunk as shit. She talking about let's go back to the car, I got a six pack in the trunk. És akkor a nappali rész, ez a polc a legrendetlenebb dolog szerintem az egész nappaliba, ugyanis minden, ami sehova máshova nem fér el, az itt van, mindent kipakoltam belőle, leporszívóztam és áttörölgettem a polcot, ezután, ami a tetején volt, egyesével mindent letakarítottam, majd szépen visszapakoltam a dolgokat.
awesome. I'm the freshest and the flyest on the mic device. I'm like Poltergeist, and I say it twice if I need to do it, 'cause your energy is gonna get me through it. Day and night, night and day, this is what I came to say. Live now to see another day. Speak now or hold your peace today. I say, what you gonna do with this? What you gonna do with this? Say what? What you gonna do with this right here? I say, what you gonna do with this? What you gonna do with this? Say what? What you gonna do with this right here? Bring it down. Okay. Now we had a whole lot of MCs on this stage here tonight, but I want y'all to know one thing. This is my motherfucking house. Yeah, baseline and the drum kit. This right here, that dumb shit. Punch in the eye, slap you in the mouth, jab you in your rib, quit. Feel the funk, keep the pace. Now we all up in your face. Keep the faith, don't cross the line. We all up in your personal space. No, not today. I ain't the one you try to play. Get that straight before you move away. Back to the place where your people stay. I rep my team so hard at me. Rep my city trying to be the king. But that just seemed to be the thing to do. But I'm really trying to do my thing. No, I ain't trying to compete with you. I just make it do what it do. What it do, what it do. So fresh, so clean, don't need no crew. This my part where I start to shine. I wanna jump on everything and wanna make it mine. I said this my part where I start to shine. I wanna jump on everything and try to make it mine. I say, what you gonna do with this? Ezután jöhettek a YouTube-díjak, azokat is letörölgettem szépen, a tévé háta mögött kiporszívoztam és kitöröltem mindent, utána pedig visszapakoltam a YouTube-díjakat. All day now, what you say that you gon' do? So you tryna get with my crew? Whoa, how the fuck do you figure you can duplicate things that we do? 'Cause it's the N into the I, C into the E. Yes, we rip flows like this crazy Leo W. Well, now can't you see? És az egyik legfontosabb és legtöbbet ismételt folyamat a háztartásunkban a porszívózás. Felporszívóztam a földet, illetve a szőnyeget is kiporszívóztam. Utána ez nincs meg felvételen, ugyanis ez már egy másik nap történt. Sima szőnyegtisztító port szórtam a szőnyegre, azt egy kefével beledolgoztam, hagytam hatni 20 vagy 30 percet, ameddig igazából írja a csomagolás, és nagyon lassan, alaposan átmentem porszívóval több irányból, többször az egész szőnyegen.
És ezzel igazából be is fejeztem a nappali tavaszi nagy takarítását. Van már más szoba, amit azóta befejeztem, de hogyha szeretnétek látni valamelyik helységnek a tavaszi nagy takarítását, akkor ezt írjátok le kommentbe, és megpróbálom nektek megcsinálni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, remélem, hogy tetszett nektek ez a nagyon részletes, nagyon hosszú nagy takarítás, és ti is egy kis motivációt kaptatok hozzá. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, a holnapi videóban találkozunk. Sziasztok!